Vállalkozóbarát önkormányzat, önkormányzatbarát vállalkozó vagy vállalkozó önkormányzat. Erről szólt az a műhelybeszélgetés, amit Szentlőrincen tartottak kedden. A szervező alapítvány elnöke azt mondja, az önkormányzatoknak érdeke, hogy kialakítsanak a településükön egy vállalkozóbarát környezetet, amely nem csak a politikának és az önkormányzatoknak a felelőssége, hanem épp úgy felelősségük ez a vállalkozásoknak is. A vállalkozásokban egy, ami közös, és ez az egyetlen mindegyikben az, hogy ők kockázatvállalók. Viszont ahhoz, hogy együtt és sikeresen tudjunk egy adott településért, vagy egy adott térségért tenni, azt külön-külön nem fog menni, csak együtt vagyunk képesek ezt működtetni. A foglalkoztatásban nagyon fontos szerepe van az önkormányzatoknak, főleg a kis települések, vagy az elmaradottabb területeken, mondja Paul Marietta. Az elmaradott térségekben nem csak a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, hanem sok esetben az egyetlen foglalkoztató az önkormányzat. Tehát ezért fontos az, hogy a vállalkozások meglássák ebben a jövőt, hogy vidéken alapítsák meg az újabb telephelyeiket. Viszont ehhez nyilván mindjárt jön a következő kérdés, a szakképzett munkaerő hiánya. Tehát ez egy nagyon komplex téma. Éppen ezért kellenek az ilyen fórumok, ahol az önkormányzatok és a vállalkozások információkhoz juthatnak, egymásra találhatnak, tette hozzá az elnök. A támogatási rendszerről, a Top Plus, illetve a Ginop Plus programban kínált pályázati lehetőségekről is tájékoztatást adtak az eseményen. Olyan sláger pályázati felhívások jelentek meg, amikre ugye nagyon ki voltak éhezve a helyi vállalkozók, és megjelentek olyan pályázati lehetőségek, ami kifejezetten hátrányos helyzetű térségekben működő vállalkozások támogatására jött létre. Úgyhogy mi is a Széchenyi Programirodánál ezt látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, sok ilyen rendezvényt, ilyen is ehhez hasonló rendezvényt csinálunk a térségben mindenfelé, és azt látjuk, hogy nagyon szép számban jelentkeznek érdeklődők erre a konstrukcióra. Ismertették a Magyar Falu Vállalkozás Újraindítási Program lehetőségeit, de beszámoltak a Top Plus pályázati lehetőségekről, amit 2027-ig célozhatnak meg az önkormányzatok.